köszöntöm, és egy kis visszatekintésre invitálom Önöket. Mai műsorunkban ugyanis felidézzük a rendőrkapitány lakásbetörésekről adott hasznos tanácsait, szólunk az újraélesztés fontosságáról, valamint a honvédek fejlesztéseiről és tűzoltó sikerekről is hallhatnak. Tartsanak velünk! Nyár végén ismét Orosházán rendezték a tűzoltók TFA versenyét. Erő, kitartás, ügyesség, akarat és gyorsaság. Mindaz, amelyre egy hivatásos tűzoltónak szüksége van munkája során. A három korcsoportban megrendezett nemzetközi tűzoltó viadalt több zalai lánglovag is teljesítette. A 40 év feletti kategóriában Ugranyec Miklós megyeszékhelyi tűzoltó főtörzs őrmester bizonyult a legjobbnak. Komár Ferenc, Jobbágy László, Helyes Balázs és Bedőcs Attila. A nagykanizsai hivatásos tűzoltóság tűzoltói közül idén ők teljesítették a kihívást. Mert bár mindennapi munkájukhoz illeszkedtek a feladatok, a versenysorozat igazi megmérettetés volt a legjobbaknak is. Ez egy nemzetközi verseny. A legerősebb, legkeményebb tűzoltók vesznek részt. Különféle versenyszámok vannak. Idén volt első alkalommal az, hogy kétnapos rendezvény volt. Ugye eddig csak egynapos volt, különféle versenyszámokban, idén két naposra szervezték. Mind a két nap hat versenyszámban versenyeztek a tűzoltók, ami elég erőt próbáló versenynek bizonyult. Idén Zala megyét hétfővel képviseltük. Három fő volt a Zala-Egerszegi hivatásos tűzoltóságról, és négy fő volt a nagykanizsai hivatásos tűzoltóságról. Hát az első napon volt egy olyan feladatsor, ami állt egy 20 kilós súly, úgymond cipelésből, tehát el kellett vinni 30 méteren és visszahozni, letettük vissza a helyére, aztán következett egy 3 méteres palánk, amiről egy kötél lelógott, és a kötél segítségével át kellett mászni rajta. Utána kettő darab dugólétrát kellett egyik helyről a másikra eljutatni, úgyhogy amint odaértünk vele a kijelölt helyre, nem esett le a bójáról a labda, amihez hozzá kell érinteni. Tehát kicsit összetett volt a dolog, de megoldható minden. Utána fűrészelni kellett kézi keretes fűrésszel egy rönköt. Aztán volt egy medencés feladat, ahol le kellett venni a bevetési ruhát, és anélkül be kellett menni a medencébe, és ott egy súlyt egy bója körül el kellett vinni. Letettük a kijelölt helyre, gyakorlatilag ennyi volt az első nap feladatsora. Akkor igazán összetett feladatsor volt. Mi volt a nehézség? Hát az első nap nehézsége szerintem mindenképpen a palánk volt. Sok gyakorlás kellett hozzá, hogy sikerüljön átmenni rajta, de megoldottuk sikeresen. Gyakorlást említetted, mennyi volt a felkészülés? Hogyan lehet egy ilyen versenyre felkészülni? Tudtátok-e előre a feladatokat? Tudtuk előre, mert a versenykiírásban volt a feladatsor. Letenyei kollégánknak köszönhetően volt egy gyakorlópályánk, amit összeállított. Ott sokat tudtunk gyakorolni, de a gyakorlásunk úgy kezdődött igazából, hogy a fizikai erőnlétet kellett egy kicsit erősíteni, tehát ezt kellett felhozni megfelelő szintre, futással, konditermi edzésekkel. Utána már rámentünk a feladatok gyakorlására konkrétan. Amit mindenki félt, az a bábúnak a cipelése volt, ami egy 80 kilós bábú volt, ami fel volt töltöztetve tűzoltó ruhába, kb. 88-90 kilónak felelt meg, ezt kellett 60 méteren keresztül
cipelni. Igazából ettől féltem a legjobban, mint a társaim is, de igazából elviselhető volt, megcsinálható volt, úgyhogy tetszett maga a kívás az, hogy tudtuk teljesíteni ezt az egész versenyt, ezt a feladatot. Nagyon tetszett ez a két nap Orosházán. Mindenképpen nagyobb felkészültséget igényel majd, mind fizikailag, mind szellemileg is. A két napból szerintem a legjobb, ami nekem tetszett, az ez a 80 kilós bábunak az egyik pontból a másik pontból való cipelése, ami igen nagy erőt, igénybevételt követelt meg. Már régóta terveztük, hogy megpróbáljuk a TFA nevezetű tűzoltó versenyt. Kollégákkal kiszerettük volna próbálni magunkat, milyen fizikai állóképességünk van, helyt tudunk állni rendesen. Nekem elsősorban az volt a célom, hogy kipróbáljam magamat, hogy végig tudok-e menni egyáltalán. Az időt nem nagyon néztem, én a biztosra mentem. Közeljövőben tervezzük, hogy majd, hogyha lesz lehetőségünk, akkor elmegyünk még egyszer, mert egy nagyon jó program volt, és egy jó lehetőség a tűzoltóknak. Nagyon jó volt a társaság, az ember kicsit tisztába került a saját fizikai felkészültségével is, plusz a társaival is. Mindenképpen javaslom, vagy úgy gondolom, hogy más kollégák is ezt próbálják ki, mert egy nagyon jó élményt nyújtott. A kezed életet menthet. Az újraélesztés napján Nagy Kanizsán is a segítségnyújtás fontosságát népszerűsítette egy rendezvény. A Kanizsa Centrumban tartott programon az érdeklődők megtanulhatták, illetve felidézhették az újraélesztés során szükséges teendőket. Gyermekrajzok, melyek az újraélesztést ábrázolják. Október 16-án Európa szerte a segítségnyújtás fontosságára hívták fel a figyelmet. Az Európai Újraélesztési Társaság találta ki ezt annak idején, hogy Európa szerte mindenhol egységesítették az újraélesztést, és a Magyar Reszuszitációs Társaság, tehát ennek a magyar ága, népszerűsíti az újraélesztést a felnőttek gyerekek körében. Mi történt, segíthetek? Valaki hívja a mentőt újraélesztéshez, és ha van a közelben defibrillátor, akkor azt hozza. A legfontosabb az, hogy felismerjük, hogy baj van, hogyha látunk valakit az utcán, közterületen, menjünk oda hozzá, és segítsünk neki. Mielőtt oda megyünk hozzá, győződjünk meg arról, hogy biztonságos a helyszín, és hogyha biztonságot észlelünk, illetve biztosítunk, akkor hívjunk segítséget. Ez nagyon fontos, ez a két-három lépés, mert akkor már ott van a segítség, és meg kell kezdeni a beteg újraélesztését. Nem kívánom a protokollt nagyon részletezni, a legfontosabb eleme a mellkas kompresszió, ahogy a programsorozatunk nevében is benne van, a kezed életet menthet. Tehát a mellkas kompresszió a dominálóan fontos lépés. A keringés megállás oka leggyakrabban a szívben hirtelen fellépő ritmus zavar. A szív megállás után minden perccel körülbelül 10%-kal csökken az életben maradás esélye, ha nem érkezik szakszerű segítség. Ezért is fontos, hogy azonnal mentőt hívjunk és megkezdjük az újraélesztést. Nyújtott tenyéremnek az alsó oldalára kezdve van még a kompresszió, 30 centos kompresszió után, kettő befolyás nézünk, körülbelül 4-5 cm mélyen le kell jönni a betegnek a mellkasát.
A Magyar Újraélesztési Társaság országos programjának Nagykanizsai állomásán az érdeklődők úgynevezett ambu babákon tanulhatták meg az újraélesztés lépéseit. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség van erre a mai világban. Egyre több embert ér hirtelen szívhalál, kortól, nemtől, mindentől függetlenül sajnos. Ezért úgy gondolom, hogy minél hamarabb megtanulják, akár a gyermek, akár a felnőttek ezt az újraélesztést, nagyon sok embernek tudunk segíteni. Sajnos a mindennapi tapasztalatunk azt mutatja, hogy ebben még azért el vagyunk maradva az elvárható szinttől. Ma Magyarországon úgy vesszük észre, hogy az első és biztos pont, amikor az állampolgárok találkoznak az újraélesztés elsajátításával, az a közúti elsősegélynyújtó vizsga, tehát a jogosítvány megszerzése. Ennél azért jóval előbb is megismerkedhetnének ezzel a hasznos ismerettel. Ahhoz, hogy ezt a megszerzett ismeretet a későbbiekben mindig azt szoktuk mondani, hogy nem kívánjuk, hogy kelljen alkalmazni, de amikor meg kell, akkor tudják, hogy mit kell tenni. Ez azért ezt időről időre frissíteni kell, ismételni kellene. Ez az kellene, hogy azok a egyrészt legyenek olyan programok, ahol az emberek ezt megpróbálhatják, vagy a munkahelyeken erre kellő figyelmet kell fordítani, hogy időről időre ezeket átismételni, mert sajnos tényleg ez a tapasztalat, hogy nagyon sokan annyit mondanak csak, hogy jó, hát igen, valamikor régen tanultam, de én már nem tudom, hogy van. Nyilván az újraélesztés szakmai része nem feltétlenül a Vöröskereszt feladata. A Vöröskeresztnek alapfeladatai között a társadalmi méretekben való népszerűsítése az, ami az egyik célkitűzésünk. Ugye ma Magyarországon a vizsgát azt a Vöröskereszt bizottsága előtt teszik, de alapvetően a napi munkánk során megpróbáljuk ezt főleg a fiataloknak iskolákba eljuttatni. Az emberek általában félnek ettől az egésztől, van, aki elmegy, van, aki csak mentőt hív, mert azt meri megtenni, van, aki csak távolból nézi. Pont ez az egyik legfőbb célunk, hogy megtanítsuk nekik, mit kell az ilyen szituációban csinálni, nem szabad megijedni, kihez kell fordulni, mit kell csinálni, hogyan kell a sérülthöz oda menni, hogyan kell mentőt, segítséget hívni, és amíg megérkeznek, hogyan kell a sérült újraélesztését megkezdeni. Helyszín biztosítása, segítségkérés, a légzés ellenőrzése, 30 mellkas kompresszió után 2 lélegeztetés. Röviden így foglalható össze az újraélesztés menete. A szakemberek azt mondják, légzés leállásnál bármit csinálunk, csak jobb lehet annál, mintha nem tennénk semmit. Lakásbetörések tekintetében Nagykanizsa a harmadik volt a tavalyi évben, derült ki nemrég egy országos hetilap egyik cikkéből. A városi rendőrség felderítési mutatóiból azonban az is világosan látszik, hogy mára már lecsúsztunk a dobogóról. Valóban, hát nem előkelő pozíció, hogyha a számokat tekintve, és ugye a 10 000 lakosra tekintve a harmadik helyen van Nagykanizsa, az azért megnyugtatóbb számomra is, és megnyugtatom ezzel a lakosságot is, hogy a feldítési eredményességünk meg országos szinten a második a megyei jogú városok rangsorában, és ugye azért ez valamilyen szintű információt, hogy mégiscsak hordoz magában pozitívan. Összességében a betörésekre, a lakásbetörésekre visszatérve, a betörések száma 2010-től folyamatosan csökkenő tendenciát mutat a Nagykanizsai rendőrkapitányság területén, méghozzá nagyon radikális csökkenés, tehát ilyen 800-as ügyszámról sikerült 400 alá levinni a betöréses lopásoknak a számát, tehát annyit csökkent a betöréses lopások száma. Csökkent a lakásbetörések száma is egy 2010-től 2013-ig, ha nem is ilyen mértékben, de csökkent. Majd 14-ben egy stagnálás, és 15-ben pedig egy eléggé picit élesebb ugrás következett be. Ennek hátterében sajnos egy olyan bűncselekmény sorozat állt, amit több rendőrhatóság közös munkájával sikerült aztán felderíteni, és ez igaz 2015 év elejére is, és igaz 2015 végére is. Tehát tulajdonképpen két sorozatról beszélünk,
ami megdobta, megemelte nagyon a lakásbetörések számát. Tavaly évben 2015 októberéig, tehát október végéig, mert ugye most ezt a statisztikai időszakról tudok beszélni, 154 lakásbetörés volt a Nagykönyvesi rendőrkapitányság területén, és ha most az idei adatokat tekintjük, akkor azért egy jelentős változásról kell beszámolnom, hiszen idén összesen 64 lakásbetörés történt a Kanizsai kapitányság területén. Nem Nagykanizsán, hanem a Kanizsai kapitányság területén. A felderítési eredményességünk a tavalyi évhez hasonló, tehát az elkövetett bűncselekmények közel felében sikerül felderíteni az elkövetőt, hiszen azért ezt el kell mondani, hogy ha megnézzük a másik cikket, ami ugye a következő héten jelent meg ugyanebben a napilapban, hetilapban, akkor az arról szólt, ami a lakosság szubjektív biztonságát legjobban befolyásoló bűncselekmények, garázdaság, rablás, testsértés tekintve. Ott például az első 10-ben sehol nincs Nagykanizsa, sőt, jócskán a sor végén van a megyei városok között. De azért mégis egy fontos szempont, hogy ezekben a bűncselekményekben hogy áll egy kapitányság és hogy áll egy terület. Tehát ez jelzi azt, hogy mi nálunk ezek a problémák, amik máshol problémák, tehát a rablás, a súlyos testsértés, a közterületi bűncselekmények, nálunk ezek nem annyira problémák, és sikerült több energiát fektetnünk a betöréses lopások felderítésébe. Biztos, hogy lehetne jobban csinálni, biztos, hogy lehetne többet felderíteni. Minden nap azon vagyok én is, és a kollégáim is, hogy ezeket a minél jobb módszereket, minél okosabban, minél ügyesebben próbáljunk az elkövetőkkel, elkövetők után loholni, és őket elfogni. És nem csak, hogy felderíteni, mert esetek többségében nagyjából tudjuk ki az elkövető. A legfontosabb az, hogy bizonyítani, és úgy bizonyítani, hogy ez vádemelésre alkalmas legyen, és utána pedig a bíróság elítélje őket. Amit a lakásbetörésekről tudni kell, hogy sajnos a sértetti közrehatás viszont nagyon-nagyon jelentős tud lenni. Részben abban, hogy elkövetik a bűncselekményt, részben abban, hogy a bűncselekmény kapcsán jelentős értékeket tudnak elvinni a lakásokból. Kezdjük ott, hogy elkövetik a bűncselekményt. A lakásbetöréseknek közel 50-60%-áról, tehát 50%-át meghaladó arányban tudjuk nagyjából bizonyítani, mert azért az elkövetők nem mindig osztják meg, hogy miért mentek be a lakásba, csak esetlegesen elismerik, hogy ők követték el a betörést. Tehát azt tudjuk igazolni, hogy tipre érkeztek a betörők. Honnan szereznek tippet? Hát sajnos sok minden helyről, tehát nagyon sok helyről lehet ilyen tippet szerezni. Mi magunk a sértettek, pontosabban a leendő sértettek, mondjuk el gyógyszertárban sorban állás közben, boltban sorban állás közben, az orvosnál beszélgetés közben, a postán sorban állás közben, vagy csak egyébként beszélgetés közben, hogy éppenséggel elmegyünk egy teljes hétvégére, elmegyünk nyaralni, elmegyünk a barátnőnkhöz, és itt fog maradni a lakás, kire van bízva, hogyan, miképp egyebek. Az a probléma, hogy amikor elmegyünk nyaralni, akkor a nyaralás alatt készített fényképeket hajlamosak vagyunk a Facebookon, az Instagram felületen megosztani barátainkkal, és nem figyelünk arra, hogy a Facebookot a barátaink barátainak, a barátainak az ismerőse is látja, hiszen ez egy olyan kapcsolat, egy kapcsolati háló, és abból egyértelmű információt kapnak az elkövetők, hogy hoppá, hát ők nincsenek itthon. És hogyha valaki Egyiptomból posztol, akkor a nagyon hamar nem fog hazajönni. Emellett az is nagy hiba, hogy a lakásunkon belül készítünk fényképeket, és ezeket is fölhelyezzük a Facebookra. Egyrészt támadható értékeket láthatunk meg. Nem egy esetben volt, nem nálunk, de hallottam olyan felderítésről, ahol az értékes festményt azért látták meg az elkövetők, mert valaki egy családi eseményről egy fotót feltett a Facebookra, és onnantól kezdve látszott, hogy ott egy értékes festmény van, és azért követtek el bűncselekményt. Tehát nagyon-nagyon vigyázni kell ezekkel a dolgokkal, mert óhatatlanul is bajba kerülhetünk. És a másik, ami nagyon rossz, amikor nem tudjuk azt, és ez megint egy emberi hiba, hogy mikor mit mondhatunk, és elkezdünk dicsekedni az értékeinkkel, a pénzünkkel, hogy most vettünk vadonatúj tévét, eladtuk a hegyi ingatlant, stb. Ugye ezek nem tudjuk, hogy ki hallja, nem figyelünk rá, és olyan kis apró dolgokkal lehet információkat szolgáltatni, és ezek az információk értékek az elkövetőknek, és bizony-bizony esetenként előfordul, hogy kihasználják.
Amit az elkövető kapcsán, bűncselekmények kapcsán segítjük az elkövetőket, nem is értettek, segítik az elkövetőket, hogy minél több értéket tudjanak magukhoz venni, hogy horror mennyiségű készpénzt tartanak otthon az emberek, nagyon sok ékszert, olyan ékszereket is egyébként, tehát olyan családi ékszereket is, amiket kihallgatásra megkérdezte a kollega, csak kíváncsiságból, tessék mondani, mikor tetszett ezt felvenni. És kiderült, hogy soha az életében nem volt rajta, mert a nagymamának az ékszerei voltak, nem is állnak neki jó. És akkor az ember elgondolkodik azon, hogy akkor miért nem teszi be egy bankszéfbe? Pár száz forintért lehet bankszéfet bérelni egy hónapban, vagy miért nem vesz 5-6 ezer forintért lehet vásárolni valamilyen szinten az eltulajdonítás megakadályozó kisebb bútorszéfeket. És akkor már tettünk valamit az értékeink védelme érdekében. Ja persze, hogyha a bútorszéfet úgy tesszük be, hogy két facsavarra, hogy tulajdonképpen lóg az egész lefele a falról, úgy nem sokat ér, mert úgy akkor a bútorszéfünket is elviszik, mert ilyenre is volt példa, hogy a bútorszéfe együtt vitték el a pénzt meg az értékeket. Tehát azért gazdagon van olyan lehetőség, amit mi biztosítunk sértettek az elkövetőknek. És hogyha ezeket így átgondoljuk, akkor azért arra tudunk ám jutni, hogy mi magunk emberek tudunk a legtöbbet azért tenni, hogy ne váljunk betöréses lopások áldozataiba. Városias környezetben ugye a földszinti lakásoknál szinte adja magát a dolog, és legtöbbször egyébként földszint első emelet, ahol elkövetnek betöréses lopást. Nagyon magasabban már nem, vagy pedig úgy, hogy akkor bejutnak a lépcsőházba, de legegyszerűbben kívülről jutnak be, főleg az erkélyes lakásoknak. Mindenki azt mondja, a riasztórendszer távfelügyelet horrorisztikus áron van. És akkor amikor azt mondjuk, hogy emberek 1300-1400 forintért már egy mobiltelefonos applikációs mozgásérzékelős megoldás havi szinten megoldható, ami valamilyen szintű biztonságot ad, akkor ugye elcsodálkoznak. De 5000 forintért már kimulló szolgálat van. Havonta. Tehát azért, ha valakinek van értéke, 5000 forint nem egy olyan nagy összeg, ha belegondolunk, akkor egy két személy nem tud belőle megebédelni egy közepesebb vendéglőben. Emellett kaphatók pár száz forintos, természetesen tőlünk nagyon messze, nagyon nagy országba, sűrűn lakott országba gyártott termékek, amelyek ugyan nagyon egyszerűek, de aktuálisan prompt tudnak okozni olyan zavart az elkövetőnek, hogy felhagy az elkövetéssel. Ilyen például is apró kis nyitásérzékelős, mágneses dolog, rá kell tenni belülről az ablakra, be kell kapcsolni, egy kicsi gombelemmel működik, és ha megszakítják az áramkört úgy, hogy nincs kikapcsolva, akkor olyan visító hangot ad, hogy azt a lakókörnyezetben mindenki meghallja, és az elkövető is meghallja, megijeszti. Nem biztos, hogy elriasztja, de megállítja. Esélyt ad rá, felfigyelhetnek erre a hangra, és akár lehet, kaphat segítséget az illető. Pár száz forint. Interneten nagyon sok fajtát lehet rendelni, és nem igazán találkozunk vele. Tény, valamit már kezdünk tenni, hiszen mondjuk 15 éve ezelőtthöz képest azért minden ajtón megjelent a heveder pántos, tehát a heveder zár, biztonsági lánc, kémlelőnyílás, adott esetben megjelentek a rácsok az ablakokon, az még meglehetősen csúnya, de hát van, aki így védekezik. De még mindig nem elég ez a védekezés, mert okosabban, kevesebb pénzből, a modern technológiát kihasználva sokkal nagyobb védettséget tudnánk magunknak szerezni, mert azért azt hozzá kell tenni, az elkövetők sem buták. Az elkövetők is megtanulják részben a korábbi bűncselekmények során a lebukásból, hogy miért buktak le, azt igyekeznek elkerülni, illetve, hogy szoktuk mondani, ők is néznek különböző bűnügyi sorozatokat, és hát egyre inkább megnehezítik a mi dolgunkat, és egyre inkább nehezebb a bizonyítás, mert teljesen mindegy, hogy én tudom valakiről, hogy ő betörő, hogyha nem tudok rábizonyítani egy betörést, akkor nem mondhatom rá, hogy betörő, mert nem az, mert a jog szerint nem az. És hát nekünk ez egy elég nehéz harc, és a legkönnyebb az lenne, hogyha azt elérnénk, amit idén elértünk, hogy hát most nagyon, ha nagyon-nagyon magunk felé, akkor tulajdonképpen egyharmadnyi lakásbetörés történt tavalyhoz képest, és az év vége felé most járva azt tudom mondani, hogy év végére nagyjából ott fogunk lenni, hogy körülbelül ilyen megközelítően egyharmadnyi lesz a lakásbetörés szám tavalyhoz képest.
Azt is hozzá kell viszont tenni, hogy Nagykanizsa, mint autópálya mellett lévő város, illetve mint délről ugye a Somogy megyéből az autópályára csatlakozás egyik lehetőséget a környékről adó város, hát meglehetősen ki vagyunk téve ennek a hatásnak, hiszen volt olyan eset, amikor beazonosítottunk új lenyomat alapján budapesti elkövetőt, beazonosítottunk salgótarjáni elkövetőt, de Békés Csabai elkövetőnk is volt már itt Nagykanizsán, ami ugye azt jelenti, hogy hát önmagában az, hogy az autópálya könnyű megközelíteni a város, az nem csak a lakosságnak könnyű, a jó szándékú lakosságnak, hanem másoknak is nagyon-nagyon könnyűvé teszi a megközelítést. Ebben valamit segít, hogy a várossal egy térfigyelő kamera koncepció mentén haladva évről évre fejlesztjük a térfigyelő kamera rendszert, és most már azért nagyjából odáig eljutottunk, hogy a bejövő útjaink egy jelentős része rendszámfelismerős kamerával van ellátva, ami ugye szintén növeli a felderítésünk eredményességét. Összességében azt tudom mondani, hogy úgy érzem, hogy az idejében bekövetkezett egy radikális változás a lakásbetörések számában. Mi úgy kezeljük a lakásbetörést, mint korábban a rablást meg az emberölést, mert hát most már rablásunk, emberölésünk nincsen, tehát kellett keresnünk egy másik fő célpontot, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a betöréseknél eredményt érjünk el, és lehetőleg megelőzzük a betöréseket. Mert egy lakásbetörésben, egy hegyi pince feltörésnél is nagyon fontos, de egy lakásbetörésnél nem mindig a kár az, ami nagyon bántja a sértettet, hanem a privát szférába való durva beavatkozás. És előfordult olyan, amikor egy lakásbetörés után bizony pszichiáteri kezelés lett a vége, mert olyan szinten beavatkozott a privát szférájába az esemény, hogy orvoshoz kellett fordulni a sértetnek, ez is előfordul sajnos. Modernizálódik a híradó informatikai rendszer. Hogy hol és milyen formában? A Zrínyi Katonai Filmstúdió összeállítását látják. A Magyar Honvédség állományába tartozó informatikai szervezetek az elmúlt időszakban megfeleltek a szakmai kihívásoknak, a velük szemben támasztott követelményeknek, és teljes mértékben végrehajtották a számukra meghatározott feladatokat. Hangzott el az Informatikai Szolgálat napja alkalmából Székesfehérváron rendezett ünnepi állománygyűlésen. Az ünnepségen felolvasták dr. Simicsko István honvédelmi miniszter és dr. Benkő Tibor honvédvezérkarfőnök közös köszöntő levelét. Az előjárók egyebek mellett azt írták, hogy szakfeladataik sikeres ellátása mellett a haderő híradó informatikai rendszere sikeresen támogatta és támogatja a határvédelmi feladatokat is. Hozzátették, lényeges, hogy ez a rendszer folyamatosan tartsa a lépést a kor követelményeivel. Elindult egy komplex informatikai program, ami tartalmazza a kibervédelmi alapképesség megteremtését, illetve az amortizációs cseréket is a Magyar Honvédségben. Híradó informatikai tábori követelményrendszer kidolgozása folyamatban van. Vezetésirányítási szoftver gyakorlatilag olyan fázisba jutott el, hogy most már tesztelni lehet bizonyos elemeit, úgyhogy én úgy gondolom, hogy jelentős lépéseket tettünk, és megvan az elképzelés a jövőre is, és megvannak a tervek, és a keret is úgy néz ki, hogy rendelkezésre áll arra, hogy a következő évben is, és ebben az évben is tovább tudjunk lépni. Ünnepi beszédében Négyesi Tibor főtörzszászlós, a Magyar Honvédség Összhaderőnői Parancsnokság vezénylő zászlósa elmondta, hogy az informatikai szolgálat tagjai a külföldi missziók folyamatos híradó informatikai biztosításával járó feladatok mellett részt vettek több, különböző szintű nemzetközi és hazai gyakorlaton is. Kiemelte, a NATO európai régiójában telepítés alatt álló egységes új légivezetési irányítási rendszerrel, az ACCS-sel a haderő egy technikai élvonalbeli hangkommunikációs rendszert is magáénak tudhat. Ami pedig a jövőt illeti, fogalmazott a vezénylőzászlós, a célkitűzések között szerepel a korábban megindított projektek folytatása, a tábori C2 vezetési irányítási szoftverrendszer beszerzéséből, teszteléséből adódó feladatok végrehajtása, és természetesen ezekkel a fejlesztésekkel összefüggő számos kihívás.
A rendezvényen Huszár János vezérőrnagy, az Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka és Vas Sándor dandártábornok, a Honvéd vezérkar híradó informatikai és információvédelmi csoportfőnökség csoportfőnöke elismeréseket adtak át azoknak, akik a szakterületen huzamos időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Az ünnepi állománygyűlés a Honvéd Együttes kamarazenekara a Hegedűs Együttes műsorával zárult. Ez volt mai riasztás műsorunk, két hét múlva ismét várjuk Önöket, viszontlátásra! A műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette.